12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha valaki tudja, miként működik az univerzum, akkor bizonyos értelemben uralja az egész mindenséget. Stephen Hawking. Hol vagyunk? Rick! Azt hiszem, meghibásodott a portelvető. Rick! Ez itt csak nem a parallaxis. Az emtv.hu bemutatja. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis második adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Februári epizódunk, melyben a The Orville című sorozat két magyar hangját, Bogdányi Titanillát és Csöre Gábort láttuk vendégül, hihetetlenül népszerű lett, közel 10 000-en hallgattátok meg, amit nagyon-nagyon köszönünk. Itt van velem műsorvezetőtársam Farkas Csaba, mit szólsz ehhez a fantasztikus eredményhez? Én szóhoz se jutok, nagyon örülök neki, hogy ilyen népszerű lett az első adásunk, és nagyon élveztem a beszélgetéseket, különös tekintettel a tudományos részre, amiben Miklós nagyon profin összefoglalta nekünk a fénynél gyorsabb utazási módokhoz kapcsolódó ismeretanyagot. Az egyes tudományterületek, mérnöki kihívások azok nagyon lazán összelettek itt pattintva, úgyhogy én örülök neki, hogy ez ilyen sikeres is lett. Akinek szintén tetszett az előző adásunk tudományos blokkja, és más témában is szívesen hallgatná dr. Vince Miklós fizikust, azok számára jó hír lehet, hogy a következő áprilisi podcastünkben ismét vendégül látjuk majd, melyben a tudomány szemüvegén keresztül a csillagkapuk működésében nyerhetünk majd bepillantást. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen még hátra van a mai műsor. Ám még a tartalom előtt képzelt Csaba nemrég egy izgalmas sajtótájékoztatón jártam a Természettudományi Múzeumban, ahol a Nat Geo bemutatta a Volt egyszer egy bolygó című sorozatát. Igaz, hogy mire ez a parallaxis adás megjelenik, a széria már műsoron lesz, hiszen március 25-től vasárnaponként este 10 órától látható, de engem nagyon lenyűgözött, ezért jó szívvel ajánlom a 10 részes sorozatot, melyben az alkotók egy 45 országon, 6 kontinensen és a világűrön átívelő utazásra invitálják a nézőket, hogy exkluzív felvételek segítségével mutassák be a Föld rendkívüli történetét. A sorozat bemutatja, miért és miként vált bolygónk egészen egyedivé és élettel telivé a nagyrészt ismeretlen és hideg kozmikus térben. A műsorvezető Will Smith mellett a sorozathoz ismert űrhajósokat is felkértek, hogy egyedi szemszögből meséljék el a Föld különleges történetét. És akkor a Will Smith-t fogjuk majd látni, vagy ő csak egy narrátor lesz? Ő elsősorban csak narrátorként szerepel, leginkább csak vágóképeken látjuk. A filmekben megszokott magyar hangján szólal egyébként McCallid Arthur szinkronizálja. De a lenyűgöző felvételeket felvonultató Volt egyszer egy bolygón túl nem mehetünk el szó nélkül a sajtóívünt mellett sem. A vetítés és a Nat Geo svánkok után megnéztük az első epizódot, majd Juhász Árpád geológus beszélt a sorozatról, illetve Korsos Zoltántól, a múzeum igazgatójától tudtunk meg érdekességeket a Természettudományi Múzeumról. Ezt követően pedig részt vettünk egy exkluzív tárlatvezetésen, és megnézhettük a látogatók elől elzárt emlős és ősrénytanyi gyűjteményt. Nekem egyébként utóbbi tetszett jobban, és bár lehet kissé gyermetegen hangzik, de hatalmas élmény volt kézbe venni egy trilobita fosszíliát. A fotót egyébként ennek az epizódnak a műsor oldalára kattintva ti is megnézhetitek. A Volt egyszer egy bolygó című sorozat tehát egy lélegzetelállító utazásra hívja a nézőket olyan helyekre, ahová csak igazán kevesen juthatunk el, hogy exkluzív felvételek segítségével bemutassa Földünk múltját, jelenét és jövőjét vasárnaponként este 10 órakor a National Geographicon. Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja. Kértünk több millió forintot egy olyan Family Guy promóra, ami igazából egy fillért nem költünk rá, ha nézzük, akkor is megtalálják és nézni fogják, ugye?
nem tudok erre válaszolni, teljesen igazad van. Média zabálók. Az emtv.hu podcastjének külön kiadása Kabai Zoltánnal, a Comedy Central csatornák regionális program és brandigazgatójával április 6-án, pénteken 22 órától a Dance FM műsorán. Ismétlés vasárnap este 8-kor. Ajánlót hallottatok. Márciusi műsorunk első felében a világ egyik legőrültebb animációs kifi sorozatával, a Rick és Mortyval foglalkozunk. Egy korábban az emtv.hu-nak adott interjúból kiderül például, hogy mit gondol karakteréről a sorozat főszereplőjének magyar hangja Háda János, illetve itt az adásban vendégünk lesz Morty magyar hangja Barát István, akivel a Justin Roiland és a Dan Harmon által létrehozott világon kívül beszélgetünk még multiverzumról, szinkronról, sorozatokról, a Harry Potterről és sok egyéb másról is. Hát ez még nem minden, hiszen a műsor második felében ki fog derülni, hogy mivel foglalkozik pontosan egy orvosi jövőkutató. Megnézzük az orvostudomány rövid és hosszú távú kilátásait, valamint azt, hogy a skifikben vázolt orvosi jövőképek hogyan jelennek meg. Ezzel kapcsolatban Meskó Bertalan orvosi jövőkutatót fogjuk vendégül látni. A Dave szerint aktuális részében Stephen Hawkingra emlékezünk, és ismét jelentkezik Attila rovata, a 30 percek is. De még mielőtt belevágnánk ebbe a rendkívül sokszínű adásba, jöjjön mai játékfeladványunk. Játék a Parallaxisban. Ismerd fel a most következő sorozat főcím részletet, és nyerj! A megfejtéseket április 30-ig várjuk a podcast@emtv.hu címre. Mit lehet itt nyerni, Ádám? Egy tévés apróságokból és ismeretterjesztő könyvekből álló kis csomagot, úgyhogy érdemes velünk játszani, április 30-áig várjuk a megfejtéseket. És el is érkeztünk adásunk első témájához, Rick és Morty. Mit tudsz róla, Csabi? Nem sok mindent, mert csak az első részt láttam, azt is csak azért néztem meg, mert jön a Barát István, és ezért valamennyire képbe akartam lenni a beszélgetésünknek a tárgyáról, de egész jó benyomásokat szereztem, tehát tetszett. Mit gondolsz a karakterekről? Olyan vegyes érzéseim vannak, szegény Mortyt sajnálom, hogy mindenféle őrültségekbe keveredik, és ő az, aki elszenvedi ezeknek a dimenziók közötti utazásoknak a történéseit. És hát Rick álmok futását természetesen. Hogy mit gondol a karakterről a magyar hangja Háda János, azt megtudhatjuk egy korábban az emtv.hu-nak adott interjúból. Mit gondol a karakterről? Hát borzasztó. Borzasztó, de nagyon érdekes, nagyon-nagyon egyedi és nagyon-nagyon érdekes karakter. Valahol benne van a visszajövő professzora, valahol benne van a Finanzisföld Doofenshmirtje, tehát egy nagyon sok-sok figurából összegyúrt figura. De, hogy ezek a böfögések, amiket próbálok itt azért visszahozni, ezek mennyire jellemzik őt. Nem több gyerekes családapáknak és családanyáknak, hanem inkább fiataloknak ajánlanám ezt a filmet. Van nagyon sok olyan rajzfilm, ami nem hoz olyan kihívás. Az ember megtalálja a hangját, vagy emberszerűen kell beszélni, vagy megtaláljanak a figurának a hangját, és onnantól kezdve megy. Most már a Rickit is megszoktam annyira, és elkaptam a ritmusát, hogy most már akár sokszor egy-egy tekercset már felvételben tudunk venni is, tehát próba nélkül, mert kezdem ismerni a figurát, kezdem megismerni most már a több rész után. Volt egy válogatás, amin én megpróbáltam valamennyire hasonlítani az eredetihez és belevinni a saját elképzelésemet. Ez találkozott a megrendelő választásával és ízlésével, ezért próbálom azt tartani, amit akkor csináltam. Úgyhogy persze benne vagyok én, hogy a fenében lennék, másképp nem lehet csinálni, de igenis tartani kell az eredetihez, mert nem véletlen ilyen. Igen, ez a szinkron azért nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy nem is arról szól a dolog pontosan, tehát azért egy kihívás, hogy ilyen, mert nagyon sokan tudnak szájnyitástól szájzárásig beszélni, mert azt technikában meg lehet tanulni, de az, hogy a figurát magát, azt az elképzelést, amit látunk a vásznon, azt az embernek magába engedni, és azt úgy visszahozni, az a nehezebb dolog, mert tényleg elmondani valamit szájnyitásra, szájzárásig, az egy ritmus kérdése. A szinkron az nem pedig egy leutánzása valakinek, hanem egy leképzése egy figurának, ahol is bemegy a szemen a figura, és az egész testen átmegy, és úgy jön ki, tehát megformálja azt a dolgot, és úgy jön ki a száján, nem csak a szemtől a szájig tart a dolog.
ezt tudják keresni. Köszönjük szépen Háda Jánosnak, hogy elmondta mindezt, és ahogy azt már hallhattátok, és a Cold Openünkben Mortiként szólalt meg, a Parallax és márciusi adásának első vendége Barát István. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és bekapcsolódtál a műsorba. Szia! Hello! Már a magyarországi bemutató előtt hatalmas Rick és Morty rajongó voltál, és szeretted is volna megkapni ezt a szerepet. Mi az, ami ennyire megfogott a Justin Roiland és Dan Harmon által létrehozott világban? Ők is létre tudtak hozni valami még betegebb dolgot. Megint újítottak, sokkal vadabb lett az egész. Tetszik az is, hogy egy science fiction-os aspektusból indult ez az egész. Nekem a voice acting is tetszett, én Justin Roilandre az Adventure Time-ban figyeltem fel, amikor ott a Lemon Grab-et csinálta. Nekem nagyon furcsa volt az, ahogy ott képezte a hangját, és akkor kezdtem konkrétan figyelni a figurára. Nem tudom, hogy ezt a Rick and Morty után kapta meg, vagy előtte, de hogy én azt hiszem, hogy utána kezdtem el nézni a Rick and Morty-t. Meg nem tudom, valahogy az Adult Swim-es dolgokat mindig megnéztem. Mindig adtam nekik egy esélyt, pont azért, mert kísérleti dolgok. Aztán volt, amikor bejöttek ezek, volt, amikor meg tényleg katasztrofálisan gagyi lett a végeredmény. De hát a Rick and Morty-nál pont az ellenkezője történt, nagyon jól sikerült, és látod, most már Comedy Central-on megy nálunk. Hát ez meg aztán végképp nem gondoltam volna, hogy egyáltalán itthon le fogják ezt szinkronizálni. A Simpson család egyik epizódjának kanapé gegjében volt egy Rick és Morty betét, amiben már korábban te szinkronizáltad Mortyt. Ja, de ez is egy tök véletlen dolog volt. A Simpson családban mindig csinálok apróbb szerepeket, és hát ezt is csak úgymond hozzádobták. Tehát amikor én megláttam, akkor tudtam, hogy miről van szó, és akkor így próbáltam erre figyelni, hogy lehetőleg ne legyen katasztrofa. Fel is a végeredmény, meg nem tudom, akkor így kicsit ki is próbáltam magam, hogy vajon milyen lenne, hogyha majd lenne magyar verziója a Rick and Morty-nak, de jó lenne, de nem tudom, én akkor eléggé temettem ezt az ötletet, úgy voltam vele, hogy biztos nem lesz ebből semmi Adult Swim-es dolog, úgyhogy biztos ez csak az eredeti nyelvén fog megmaradni, aztán mégis itt vagyunk, szóval. Valamilyen formában tudsz azonosulni Mortyval? Van olyan tulajdonsága, ami rád is jellemző? Persze. Talán az, hogy egy kicsit bizonytalan vagyok dolgokban, az abban talán egyezünk. Néha én sem vagyok túl határozott. Mit gondolsz a karakteredről, és mit gondolsz Rickről? Mi a véleményed a kettejük között lévő világokat átszelő kapocsról? Abszolút yin-yang, de gondolom, ez egy tök jó koncepció. Mindig így van kitalálva minden sorozatnál, de hát azért valljuk be, Rick többet kap ettől a kapcsolattól, mint Morty. Jó, azért Morty mégis kalandokban vesz részt, nem csak egy átlagos iskolás lesz ezáltal. Idővel valamennyit majd fejlődik a jellemed, de összességében szerintem Ricknek mindig jó, hogy van egy kis szerencsétlen gyerek, akit irányíthat. Neki ez szerintem lételeme. Tudod, ez abszolút működőképes. Minden sorozatnál van ez a laza zsarú kontra a szabálykövető zsarú. Itt is van most mondjuk az, hogy Rick a tapasztaltabb, ő az, aki rohadtul nem követi a szabályokat, Morty az pedig a kis új gyerek, aki nem ismer semmit, de mégis bízik Rickben, és feszegeti a határait, de közben néha Morty kicsit a morálisabb oldalait nézi a dolgoknak, amikor már Rick túlzásba esik. Tehát mindig van egy ilyen balansz kettő között, én ezt vettem észre. Melyik a kedvenc epizódod, és miért? Nem tudnék így igazán kiemelni. Vannak nagyon jó ötletek epizódokban. Annak nagyon örültem, amikor berakták talán még ez a második rész volt, a kutyás rész, mert az első ilyen sorozat, amivel próbálkoztak a Roilandék, az pont ez a kutyavilág volt, és az rohadtul nem jött be. Még a pilotot meg lehet találni azt hiszem YouTube-on, viszont ennek az epizódnak a végén úgy ilyen kis inside joke-ot elhintettek, hogy jaj, milyen jó lehet egy világ csak kutyákkal, és hogy emberek ott a házi állatok, és ez mennyire érdekes lenne, ebből tényleg kéne egy tévéműsort csinálni, és akkor ott a Rick mondja, hogy ez egy világi nagy hülyeség, semmi értelme, és közben mint tudjuk, ezt ők meg is próbálták. És pont nem jött össze. Tehát ez például nagyon tetszett benne. A Purge-os epizód tetszett, ahol Morty teljesen kikészül, kiéli magát. Így ezt a kettőt emelném ki nagyon. Az itthon a Comedy Central műsorán látható Rick és Morty esetén természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy egy rajzfilm sorozatról van szó, de alapvetően mit gondolsz a párhuzamos világokról? Én el tudnám képzelni, abszolút. Néha haverokkal
elkezdünk itt kvantumfizikázni, meg ilyen nagyon érdekes dolgokról beszélni, vagy éppen YouTube-on elkezdünk videókat nézni ezekről a dolgokról, és hát érted, csak tátva marad a szánk. Egy ideig ezt csináljuk, és utána tudod, teljesen leolvad az agyad, és talán nem bírsz megszólalni 10-20 percig, csak nézel, hogy wow, biztos létezik ilyen. Úgyhogy én persze abszolút el tudnám képzelni, hogy ez teljesen reális. Akkor kíváncsi lennék, hogy milyen párhuzamok vannak nálam, valahol ki tudja, énekes vagyok, vagy ilyesmi. Ha nem ezt az életet élnéd, vagy ezt nem élhetnéd, akkor egy párhuzamos világban melyik lenne számodra a legideálisabb? Fú, ez jó kérdés, mert az a baj, hogy én rohadtul élvezem azt, amit most csinálok, szóval nem nagyon tudnék elképzelni mást. Nem biztos, hogy találnék boldogságot más dolgokban. Talán a grafika az még érdekelne. Mindenképpen valami művészeti dolog, valami alkotás. Ez nálam kiskoromtól kezdve jelen volt. Emlékszem, hogy vagy képregényeket rajzoltam, vagy gyurma animációt csináltam kicsiként. Szóval biztos valami kreatív munka. Így még a grafika az talán érdekelt volna. Mielőtt megkaptad volna Morty szerepét, próbálkoztál otthon, hogy milyen hangot tudnál hozzá társítani? Persze, nagyon sokszor próbálkoztam. Ez a hang volt? Hát szerintem körülbelül ez volt. Maximum minimális differenciák lehettek. Próbáltam tényleg figyelni arra, amit a Roiland csinált, és hát az én adottságaimmal így összerakni. Minél közelebb legyen a Roilandéhez, tehát nyilván az a cél, de hát nem biztos, hogy tudom azt teljesíteni 100%-ig. Lehet, hogy valamennyi bekerül a saját kútfőmből, a saját adottságaimból. Nyilván nekem az a cél, hogy a lehető legközelebb álljak az eredetihez. Lehet, hogy ez nem sikerült teljesen, de próbálkoztam mindig erre törekedni, meg a mai napig bármilyen szerepet kapok nekem mindig ez a cél, hogy próbáljon hasonlítani a lehető legjobban az eredetihez, mert minél kevesebb flame szeretnék kapni azoktól a rajongóktól, akik tényleg eredeti nyelven nézték meg, mert biztos tök kellemetlen, amikor megszoknak egy eredeti hangot, és teljesen más dolgot találnak ki a magyar verziónál, az biztos, hogy egy óriási trauma nekem. Nekem ez sokszor abból fakad, hogy én a Cartoon Networköt eredeti nyelven néztem, és amikor bejött magyarul, nekem az egy óriási trauma volt, és akkoriban még emlékszem, hogy nem is lehetett váltani a nyelvet a csatornáknál, hanem akkor már kénytelen voltam magyarul nézni, de hát akkor dacos gyerekként nem is néztem Cartoon Networköt évekig. Szóval lehet, hogy ebből fakad ez az egész, és így próbálok minél tudatosabb lenni, minél jobban utána nézni dolgoknak, esetleg gyakorolni, ha lehet. Nyilván nem, ha most kapok egy 2 méteres fekacsávot, hát ez lehet, csinálni soha az életben, de hát arra mondjuk a rendező is tehetne, mármint, hogy ő is tehet, hogyha erre engem kiválaszt, mert teljesen esélytelen, akárhogy is nézzük, én nem az az alkat vagyok, és olyankor biztos tök szarul is érezném magam, hogy nem tudtam teljesíteni, plusz tisztában is vagyok vele, hogy ez abszolút nem az én karakterem. Kicsit már elkalandoztam, úgy érzem. Amikor indult a Rick és Morty itthon, akkor azért a szinkront eléggé betámadt a rajongók egy része, hogy finoman fogalmazzak, főleg Háda Jánost. Jánossal voltak ugye ellenérzéseik, aki az én véleményem szerint remekül, elképesztően jól hozza, és nagyon szeretem őt Rickként. Neked, számodra milyen visszajelzések érkeztek? Rám, mint Mortyra szerencsére pozitív dolgok voltak. Sokáig nem is akartam mondani, hogy én csinálom. Tudod, hogy kíváncsi voltam, hogy ha valaki nézi, akkor azt mondja, jaj, mekkora egy fos volt ez a szinkron, és még a Morty is mekkora egy szar, tudod, és akkor max konstatálom, hogy hú, basszus, tényleg szar lehettem. Hát ezt így próbáltam kerülni, hogy minél kevesebb ismerősöm tudja, de hát sajnos azért elég sok embernél ez kiderült időben, aztán pozitív volt, tehát azért emlékszem, hogy amikor csináltam, nagyon sokat izgultam, főleg a premier előtt, hogy hú, basszus, most vagy az lesz, mindenki azt mondja, hogy jó voltál gyerek, vagy oké, nem vész, vagy mindenki majd kővel fog dobálni, hogy basszus, hogy cseszhetted el ezt az egészet, hiszen ez egy jó rajzfilm. De szerencsére a visszajelzések pozitívak voltak. Hát remélem azért, mert tényleg így gondolják, és nem azért, mert ismerőseim, haverok, meg ilyesmik. Egyetértesz azzal, hogy a kezdeti sok után még a fanyalgók is megbékéltek, mert azért valójában egy remek szinkron készült? Figyelj, nekem erről az a véleményem, mint a Family Guy-nál volt, hogy egy-két karakter teljesen on point, de van egy-két karakter, aki azért valljuk be más lett, mint az eredeti, de mégis megnézel belőle 10 epizódot, és teljesen el tudsz vonatkoztatni ettől, mert én emlékszem, hogy a Family Guy-t azt eredeti nyelven néztem először, és hát most bármikor bekapcsolom a Family Guy-t, abszolút ezzel a stábbal tudom már elképzelni, szóval szerintem az is hozzájárul, hogyha sokat nézel egy dolgot, biztos megszokod, ha nem szörnyű,
ezt azért hozzátenném, mert hogyha tényleg nagyon elrontották a szinkront, akkor hiába nézett sokszor, akkor is szörnyű ez. De hogyha teljesen normális körülmények között megcsinálják ezeket, de elsőre nem tetszik neked, viszont ezeket az epizódokat sokszor látod, akkor biztos, hogy már beépül egy idő után az agyadba, és egy idő után már megszokott lesz neked, és esetleg el sem tudod képzelni más magyar megoldásban ezt az egész kezdet. Úgyhogy szerintem így ennyi. De én így is satszoltam az elején, amikor a rendező nagyon izgult, hogy hú, basszus, most végünk lesz, mondtam, hogy figyelj, nyilván lesznek olyan hardcore rajongók, akik dacosan sose fognak eltekinteni ettől, de azért azt tegyük hozzá, hogy akik a Comedy Centralon elkezdik nézni, azok valószínűleg új emberek lesznek, akik nem nézték még eredeti nyelven ezt az egészet. Szóval azért a nézők nagy része ilyen is. Persze lesznek biztos a hátkorabb rajongók, akiknek az egyik fele majd dacosan azt mondja, hogy nem, ez így szörnyű, soha többet nem akarom látni, de lesz olyan, aki azt mondja, jó, oké, nem rossz, nem teljesen olyan, de belenézegettek, és aztán idővel megszokják. Várad a negyedik évadot? Abszolút, el nem tudom képzelni, hogy mi lesz most ebből az egészből. Rohadt türelmesnek kell lenni, mert tudjuk, hogy 2-3 év mindig egy évad, úgyhogy próbálom nem beleélni magam, hanem inkább így elfelejtem a dolgot, aztán így évente egyszer ránézek, hogy egy ilyen VidCon-on éppen mit csináltak a Roilandék, vagy mutatnak valami scriptet, abba belenézek, és akkor azt mondom, hogy hú, de jó, hamarosan jön, de hát tudom előre, hogy még másfél év lesz, vagy még egy év, szóval próbálom nem nagyon beleélni magam, meg így tényleg kerülni a dolgokat, hogy ne is agyaljak azon, hogy jöhetne már, ettől függetlenül várom. Az RTL Spike-on látható a Visszatérőkben és szinkronizálsz, a sorozatban 97 évvel járunk egy nukleáris csapás után, mely megtizedelte az emberiséget, így mindössze az éppen a föld körül keringő űrállomások 400 lakója maradt életben. A sorozat szerint 3 generáció születik az űrben, de mivel a bárka az állomás erőforrásai kimerülőben vannak, ezért 100 fiatalkorú bűnözőt, ezt most azért itt tegyük idézőjelbe, küldenek el a felszínre, hogy megtudják, hogy lakható a föld, a te karaktered az egyikőjük. Amúgy azon kívül, amennyit szinkron stúdióban látsz a sorozatból, te láttál már belőle epizódot? Nem, sajnos nem néztem meg még egy darab egész epizódot se, úgyhogy abszolút az, amit a stúdióban láttam, plusz amennyit a rendező még nekem plusz infókat adott, mert ő ráadásul előre megnézte az X évadot, mielőtt elkezdtük a forgatást, tehát ő szépen be tudott avatni mindenbe, szépen elmondta, hogy most ez fog következni, így álljak hozzá a dolgokhoz, de elmondta, hogy a motivációja az én karakteremnek. Hát ezek tök jó dolgok. Nem, sajnos nem néztem meg egybe epizódot, de nekem óriási problémám, hogy rohadtul nem vagyok sorozatfüggő. Én nem nagyon szoktam sorozatokat nézni. Tényleg, tehát most a Rick and Morty is egy kivételes eset. De például a Rick and Morty-nál pont az van, hogy a harmadik évadot még meg se néztem a forgatás előtt. Igazából házi feladat miatt néztem meg, mert még mindig nem bírtam rávenni magam, hogy megnézek egy teljes évadot. Tehát én így szakaszosan bele-bele nézegetek egy-egy epizódokat, aztán lehet 2 hét múlva nézem meg a következőt. Ami ebben az esetben rossz dolog volt, de mégis fel tudtam készíteni magam harmadik évad előtt, akkor így megnéztem. De azt hiszem 1 vagy 2 epizódot ott is kihagytam. De az szerencsére a rendező azért elmagyarázta a dolgokat. Szóval, ha sorozatfüggő lennék, biztos megnéztem volna, de így viszont nem. Végül is láttam minden. Na jó, ez azért nagy hazugság, hogy láttam mindent, mert azért csak az én oldalamat láttam a dolgokból, amiket elmondtak mellé, de hogy így már viszont nem szívesen néznék meg egy sorozatot. És megcsináltam a nagyját, kb. Tudom, hogy mik lesznek, de már nincs akkora csattanó lehetőség benne, mivel azért a nagyját már tudom. Nyilván lesznek olyan jelenetek, amikről még nem is hallottam, olyan oldalak, de nem tudom. Igen, mert kevésbé izgalmas, ha tudod, hogy mégsem halsz meg, igen, szóval. Igen, ilyesmi. Igen, meg tudom, hogy esetleg kitölök meg, ez egy kicsit sok dolgot megöl benne. A Harry Potterben is szinkronizáltál Dudley Dursleynek, kölcsönözted a hangodat. Mi a véleményed a könyv, illetve a filmsorozatról? Soha életemben nem olvastam, nem bírtam rávenni magam. Nem tudom, nekem ez a varázsló világ. Bírom a fantasy dolgokat videójátékokban, de az, hogy én most elolvasok ezért 2 könyvet, nem. Alapból nem vagyok egy könyvolvasó, ez szintén egy óriási problémám. Életem első könyvét, amit magamtól olvastam el, az most volt a Ready Player One, de az is egy házi feladat miatt, mert hogy a rendező megkért, hogy mielőtt elkezdjük csinálni a filmet, olvassam el a könyvet, hogy azért tudjam, miről van szó, mert most a Spielberg filmeknél úgy van, hogy a filmnek a 90%-át nem láthatod, ki van cenzúrázva az egész, csak a fejét láthatod a karakternek,
és ezért ugye nehéz elképzelni, hogy éppen mi történik az adott jelenetben. Tehát ezért olvastam el elsősorban. Szóval így a Harry Potter, az nekem olyan volt, hogy jó, megpróbáltam, mert óriási volt a hype körülötte, de szerintem ilyen 60 oldalnál tovább nem jutottam, egyszerűen nem kötött le, mint egy darab könyv se. Viszont szerettem a világát, arra emlékszem, hogy a videójátékokkal sokat játszottam, az teljesen működőképes volt, meg voltak egyéb ilyen online via játékok annak idején, amik akkor lekötöttek. Például a filmnél is amúgy azt hiszem a mai napig nem láttam egybe a negyedik részt. Az például teljesen kimaradt, és úgy soha nem éreztem óriási késztetést, hogy ó, jaj, most be kéne pótolnom, mert kimaradok valamiből. Mert ettől függetlenül minden más részt láttam, ki tudtam következtetni, hogy mik voltak, meg ha esetleg nem tudtam valamit, rákérdeztem embereknél. Tehát kijelenthetjük, hogy hozzád ez a varázsló világ, ez nem áll közel, nincs ezzel sem probléma, egyébként hozzám se. Nem tudom, én azt vettem észre, hogy Harry Potter az inkább a csajoknál nagyon populáris. Talán nem is ismerek olyan lányt, aki nem rajongott volna Harry Potterért. Fixen, hogyha valami maraton megy a tévében, biztos, hogy odaülnek és elkezdik nézni. Függetlenül attól, hogy most melyik epizód megy, akkor is megnézik. Én meg úgy vagyok, hogy jó, oké, amúgy tök jó a világ, jó nézegetni, látványos, de tényleg nekem inkább ez az oké kategória. Egyébként hogyan kerültél a szinkron világába? Igazából úgy volt, hogy anyum szinkronvágó volt, és egy kollégája átjött hozzánk egyszer, és nem tudom, ott látta, hogy valamit csináltam, és mondta, hogy esetleg nem akarom kipróbálni. Mondtuk, hogy miért ne. Mondta, hogy végezzek el, volt egy ilyen egyéves szinkronsúri, amit elvégeztem, és akkor utána szépen lépcsőzetesen minden munkát elkezdtem csinálni. Az első lépcsőfok az a tömegezés, ami végül is az, hogy például van egy jelenet, ahol két ember beszélget, és mondjuk egy játszótéren vannak, tehát ott a háttérben 8 gyerek üvöltözik, hogy dobd ide a labdát, elkaplak, jaj, csúszd le, meg ilyen fölösleges dolgok, amiket valószínűleg senki nem fog hallani, mert tényleg csak egy zsizsi az egész. És akkor ezek voltak az első munkáim. Fixen egy évig szerintem csak tömegeztem, aztán már fejlődtem volt, hogy mondhattam egy mondatot, két mondatot, három mondatot. 2001-ben talán, akkor már szó volt arról, hogy lesz Disney Channel, és az első sorozatra ott pont egy gyereket kerestek, és teljesen ki voltak akadva, mert jött a közép-európai fejese a Disney Channelnek, aki egy lengyel csávó volt, és az akkori menő gyerekek közül senki se tetszett neki, mindegyik az, hogy ez se jó, ez így szar, ez úgy szar. És hát teljesen meg voltak lőve akkor a stúdiók, mert szinte minden gyereket kipróbáltak, és senki nem működött. És ugyanez volt a felnőtt színészeknél is, hogy ott is már leglehetetlen neveket kellett kiválasztani, mert akik ilyen mainstream emberek voltak, azok egyszerűen nem működtek náluk. Pont a Masterfilm Digitálnál volt, és ott úgy van, hogy egy épületen belül van mondjuk 8 stúdió. És én mondjuk az egyik stúdióban voltam, felmondtam a kőkemény két mondatomat aznap, kijöttem, és pont találkoztam a rendezővel a folyosón, aki ezt a válogatást csinálta, és mondta, hogy te figyelj, mész valahova? Hát mondom, haza végül is ennyi, végeztem. Akkor mondta a rendező, hogy na akkor rohadt gyorsan gyere be velem a stúdióba, mert elegem van ebből az emberből. Berángatott, felmondtam, amit fel kellett mondani, és akkor a lengyel figura azt mondta, hogy jó, na én akkor ezt a gyereket szeretném. Szóval kicsit szerencse is, azt hiszem, onnantól kezdve kezdtem kapni nagyobb szerepeket más stúdiókban is. Mik azok a kedvenc filmek és sorozatok, amikben szívesen dolgoztál? Annak idején a SpongeBob az egy nagy álom volt. Az Adventure Time, az kimondottan örülök, hogy ezt végül én kaptam meg. Tök érdekes, mert ott, amikor a castingot csináltam, rohadtul nem jött le belőle, hogy ez micsoda. Csak egy rajzfilmnek tűnt, aminek nagyon érdekes volt az animációja, meg jó voltak a színek. És amikor megkaptam és elkezdtem csinálni, akkor jött rá. És ez egy nagy dolog lesz, ez biztos nagyon jó lesz. Most a Pókembernek nagyon örülök, plusz még kaptam mellé egy Pókember rajzfilm sorozatot is, ennek is, tehát az óvodás énem az most biztos körbeugrálna engem, mert nagy Pókember rajongó voltam annak idején. Rick és Morty ugye, az szintén egy olyan volt, hogy így reménykedtem, hogyha lesz magyarul, akkor én leszek. Most a Ready Player One-nak nagyon örülök, azt hiszem most már ezt ki lehet mondani, hogy azt én kaptam meg. Mi volt az első nagy szinkron szereped? Nyilván nekem szerintem az első ilyen milestone talán a SpongeBob volt, mégis valami kult klasszik, cuccba szerepelhettem. Fekete Zoltántól vetted át, ugye? Nem, Mináróics Petitől. Igen, mert ő akkor abba hagyta ezt az egészet. Akkor ő nekem annak idején egy nagy ilyen idol volt, és mindig tanulgattam azokat a hangokat, amiket ő képzett. Nem rossz ilyenkor, hogy akarva akaratlanul is a néző azért hasonlítja, észreveszi. Ugye te elmondtad korábban is, hogy te nagyon figyelsz arra, hogy lehetőleg jobban hozzad az eredeti figurát, nyilván figyelsz arra is, és ott pont az volt, hogy tehát abban az esetben kimondottam már a magyarra kellett figyelnem.
tehát ott már nem lehetett, mert azért tök más csinált ő, mint mondjuk a Tom Kenny az eredetiben. Úgyhogy igen, az egy teljesen más eset, ez az egyik. A másik, nyilván van, aki észreveszi a különbséget, de a teljesen laikus embernek esetleg ez fel se tűnik. Volt bennem az elején félelem, mégis most azért egy tök nagy dolgot veszek át egy olyan embertől, aki nekem egy nagyon-nagyon-nagyon tapasztalt, nagyon-nagyon ügyes ember volt, és tényleg azért akkor az elején nagyon féltem, hogy mi lesz majd a reakció embereknél, de az is tök pozitívan jött ki. Nagyon kevesen támadtak be ezzel, sőt, inkább pozitív volt mindig, negatív ez az egész. Az előbb picit beléd folytottam a szót, a spongyababon kívül volt olyan akkor, ami mérföldkő volt, vagy akkor mondjuk a spongyababot? Figyelj, igazából így rajzfilmben a Spongyabob volt az első ilyen mérföldkő. Filmben ott az volt, hogy legyen végre egy olyan színész, akit mondjuk folyamatosan én csinálok. Az például egy ilyen nagy szívfájdalom volt sokszor, hogy gyerekként én csináltam az adott figurát, és mire felnőtt, de ugye vele együtt én is felnőttem, hirtelen másokat kezdtek választani rá, és ez nem csak velem, ez nagyon sok gyerek hangnál megtörtént, hogy ő felnevelte, és mire felnőtt lett, soha a büdös életben nem csinálhatta azt a gyereket. Most még ilyen milestone-nak eszembe jutott, hogy mindig akartam szerepelni Sok Hűhóban, ilyen Nickelodeon-os staffoknál, és lett a Sok Hűhónak valamiért a 9. vagy 8. évadát vásárolta meg a Nickelodeon úgy, hogy csináltak kettőt, és akkor ott végre én csinálhattam a kövér gyereket, mindig ez volt a vágyam, mert ugye az első két évadban a Kinen is kell volt, és akkor ott ők voltak, itt meg egy tök másik ilyen kövér csávó, és úgy, hogy visszajöttek a régi karakterek, ez is ilyen fontos dolog volt, meg hogy legyen egy Kinen és Kelszerű sorozatom, és abban meg a Drake és Josh volt. Nem tudom. Ilyen kis hülye apróságoknak tűnnek, de ezek nekem nagyon számítottak. Szóval visszatérve még azt, hogy filmekben egy olyan karakter, akit sokszor csinálhatok, tehát hogy most így 20 akárhány évesen is. Arra azt tudom mondani, hogy talán a Tom Holland, aki ugye most a Pókembert csinálja az új verzióban, őt most nagyon sok filmben megcsinálhattam már, meg esetleg sorozatban is volt, meg Nick Robinson. Na szóval ő még a másik ilyen, akit sokszor csináltam most, már csináltam legalább 3 mozifilmben, kisebb filmekben is, akkor a Melissa és Joey sorozatban. Szóval nekem talán most ők ketten az ilyen bázis ilyen figurák, meg még van egy olyan srác, akit úgy hívnak, hogy Thomas Mann, őt is csináltam már sokszor egymás után, utána pár évig egyáltalán nem, és most megint csináltam valami horrorfilmben, és ez tök jól esett, hogy jó, akkor esetleg még valaki úgy gondolja, hogy tényleg hasonlítok rá hangban esetleg, vagy jól tudom hozni a karaktert, vagy ilyesmi. Ez így nagyon számított, és most talán a Pókembernél éreztem is, hogy a Tom Hollandre abszolút figyelnek az emberek, és hogy őt most elég sokszor csinálhattam. Milyen a viszonyod a fantasyvel és a science fictionnel? Azt ugye elmondtad már, hogy nem nézel sorozatokat, nem nagyon nézel? Nem tudom, például szívesen leülnék Dungeons and Dragons-ni. Talán ez összefoglalja a szeretetemet a fantasyvel esetleg. Abszolút bírom, például játékokban kimondottan. Ha most elém raknak egy olyan filmet, biztos, hogy nézem egy ideig. Aztán, ha annyira nem jó, nyilván akkor kikapcsolom, de hogyha izgalmas, akkor simán végignézem. Szerintem elég pozitív a kapcsolatom vele. Nem tudom, Dungeons and Dragons szeretnék. Most így felhoztad ezt. Na, ez egy újabb ilyen milestone, amit szeretnék. Tudom, lehet rendelek eBay-en egyet, rohadtul rajta vagyok. Csak nem tudom, hogy lennének ismerőseim, akik szívesen játszanának ezzel. Néha van egy ilyen kis gátlás bennem, hogy jaj, biztos teljesen nördnek néznek, és majd nem akarnak. Annak tartod magad egyébként? Persze, teljesen rá tudok kaptani ilyen dolgokra. Hogy foglalnád össze magadat azok számára, akik kíváncsiak? Nyilván elsősorban a szinkronból ismernek, de kíváncsiak, hogy ki van a hang mögött. Egy olyan srác, aki nagyon oda van az amerikai popkultúráért, de így teljes mértékben minden, ami létezik. Nagy fogyasztója vagyok ezeknek a dolgoknak. És akkor ebben benne vannak teljesen az ilyen nerd culture dolgok is. Kimondottan szeretem az ilyen amerikai divat brandeket, azokat is nagyon követem. Szeretem a sneaker dolgokat. Sport mondjuk annyira nem. Na, sport talán nem. Ha már így popkultúránál vagyunk, tehát biztos nem néznék NFL-t, meg ilyesmi. Szóval talán az ilyen otthon ülősebb dolgokban jobban otthon lennék. Igen. Meg junk food. Sok junk food. Például 2 éve végre ettem paptárcot először, és emlékszem, hogy nagyon boldog ember voltam. Akkor nagyon sok boldogságot kívánunk a jövőben is, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönök szépen mindent, tényleg. Jó volt ez a beszélgetés. Kék riadó. Nem látja egyes?
Impulzus meghajtással közeledik Dave a két lábon járó Star Trek lexikon. Jön a Dave szerint itt a Parallaxisban. Albert Einstein születésnapján és a nemzetközi Pi napon hagyott itt minket Stephen Hawking, aki elég jelentősnek nevezhető elméleti fizikus pályafutása mellett azért elég erőteljesen jelen volt a popkultúrában is, és több szálon köthető a Star Trekhez, ugyanis az Új nemzedék Pokoljárás című epizódjában ugye Détával ókerezett a holofedélzeten Sir Isaac Newton Albert Einstein társaságában, de van egy frissebb kapcsolódási pontunk is, méghozzá William Shatner dokumentumfilmje, amiben a Kirk kapitányt alakító színész találkozott a nagynevű tudóssal. Igen, és én pont aznap néztem meg, már régóta terveztem, ez egy 2017-es másfél órás dokumentumfilm, és tényleg nyugodtan le lehet ülni vele, akár mint egy egész estés filmet megnézni. Tényleg egy lírai utazás, tehát Shatner a saját szenvedélyénél, egyik nagy szenvedélyénél a lovaknál kezd, és végül eljut a tényleg a világ mindenség meg az élet értelmének kutatásáig ebben a zarándoklatban, amíg eljut egészen Hawkingnak a lakásába, és ott fogadja őt a nagy tudós. És tényleg itt több élő kortárs tudóssal beszél, gyakorlatilag fölkészíti saját magát, hogy méltóképpen tudjon kérdezni, és jó kérdéseket tegyen fel Stephen Hawkingnak. Tehát az említett tudósok között ott van például a Michio Kaku is, aki egy szintén egy ilyen kortárs és nagyon népszerű tudós, nagyon sok könyve jelent meg, tehát a Hurrelméletről ismerjük, de tévéműsorokban is gyakran feltűnik, és próbál ugye ismert science fiction technológiákat elméleti alapon magyarázni és a megvalósulásokat kutatja. Vagy Chris Hadfield az első kanadai űrhajós, aki például magával Shatnerrel is beszélt az űrállomáson, amikor fent volt. De hát láthattuk Whoopi Goldberget, vagy Ben Stillert, akiről kiderült, hogy Star Trek relikviákat gyűjt, ezt nem tudtuk róla, legalábbis én nem. David Suzuki, aki már évtizedek óta hívja fel a kormányok és vállalatok figyelmét a klímaváltozás problémáira. Őnek például volt egy emlékeztes mondata, amikor ott kérdezte Shatnert, hogy de miért mennénk a Marsra, hogy azt is terraformáljuk, és aztán ugyanúgy kihasználjuk és lelakjuk, mint a Földet. Ez volt az egyik ilyen kulcsmondat számomra. Meg, és persze, amikor Stephen Hawkinggal találkozott, és hát tényleg betolták a professzort, és ez a nagy ember, tehát Shatner, akinek van arca, azért tudjuk, olyan alázattal és meghatodottsággal fogta meg ott a tudós kezét, és egy nagyon jól sikerült hangulatos beszélgetés, és megható is volt. Például pár évvel ezelőtt például a Hawkingot fölvitték a Vomit Comet repülőn, hogy a súlytalanság állapotába kerüljön, úgy, mint az űrhajósok a kiképzéskor, és hát tervezte szegény Hawking azt is, hogy majd a Virgin Galactic-kel fölmegy, mint hát űrturista utas, ugye nem is tudom hány 10 kilométeres magasságba, vagy néhány 100 kilométeres magasságba visz majd fel ugye űrturistákat ez a cég, és hát Shatner még mondta is ott viccesen, hogy majd együtt utaznak. Hát sajnos már ők csak egy Nexusban, vagy az Enterprise űrről fedélzetén utazhatnak, és kutathatják majd a világ mindenségnek a titkait. De nagyon szép megható film, én ajánlom mindenkinek itt Hawkingra is emlékező, és William Shatner egy másik oldalát ismerhetjük meg. Kommunikációs csatorna nyitva. Nélkülözhetetlen információk érkeznek Marina Sirtisről. Az Impulzus Podcast házi Diana Troy felelőse, a színésznő munkásságát hosszú idő óta nyomon követő Attila következik. Sirtis percek, itt a Parallaxisban. Sziasztok! Természetesen most Marina Sirtisnek rengeteg dolga és fellépése akad az elmúlt hónapban, és valószínűleg az egész évben. Amit biztosan tudunk, hogy a Rili Parra sorozat második évadába szerepelni fog, ezúttal kivételesen gonosz karaktert fog megszemélyesíteni, pedig ő általában pozitív karaktereket szokott megszemélyesíteni, de most ezúttal egy kicsit átállt a sötét oldalra. Illetve van egy új film, egy vígjáték ezúttal, Hold the Love of George nevű vígjáték a Rosanna Arquette fő összereplésével, ahol a főhősnő, ha meglássa a televízióban, hogy George Clooney megnősült, ezért mindent elkövet, hogy valahogy megtalálja, teljesen kiborul, és ebben a filmben egy kisebb szerepet is kap Marina Sirtis, Sharon szerepét, egy jó ismerőse Rosannának, és ez egy elég könnyed, humoros, akit érdekel, az megnézheti. És természetesen továbbá is szívesen szerepelne filmekbe, a Discovery-be, a második évadban szívesen venne részt, várja már is a telefont, hogy bármelyik producer felhívja, hogy ismét felhúzhassa a csillagpott egyenruhát.
illetve február végén valahol egy hétig forgatott Kelet-Európában, de nem tudjuk, hogy milyen filmet, mert egyelőre nem árult el semmit. Annyit sikerült kihúzni belőle, hogy nem Lengyelországban volt, és nem Horvátországban. Magyarországon is előfordulhatott, nem tudunk róla, de ha esetleg valaki tud valamilyen infót, azt várjuk, küldjön egy üzenetet, hogyha tud valamit. És ismét elkezdett jógázni. Saját bevallása szerint nagyon sok fog az oktatón is. Az előző oktatóban nem volt megelégedve, de most talált egyet Észak-Kaliforniában, egy nagyon jó oktatóhölgyet, illetve továbbra is csak a Twitteren és az Instagramon lehet elérhető, mert ő azt mondja magáról, hogy igazi luddita, csak ezt a két alkalmazást használja, és még elektronikus játékot is csak maximum a Tetris próbálta ki egyetlen egyszer. Egyébként anyja nem egy internetfüggő hölgy. Sziasztok! A Parallax is visszatért. Csatorna nyitva. Csabi, én nagyon szeretnék egy tricordert. Hát igen, igen. Egy tricordert, egy orvosi segédhologramot. Hogyha valami betegséget elkap az ember, akkor nem kéne a házi orvoshoz ellátogatni, hanem azonnal diagnosztizálnád magadat? Igen, én amúgy is abszolút hipohonder vagyok, úgyhogy nekem jó is lenne, hogy lássam, hogy mégsem kaptam el az ebolát. Nekem azt tetszik a Star Trekben tényleg, hogy bemennek oda ilyen holofedélzeten kajakozó tisztek, és akkor a Crusher Doki ilyen nagyon kedvesen így ha-ha, kajakozunk, és akkor egy ilyen henger alakú kis bizbasszal közelít a végtagja felé, és már meg is van oldva a probléma. Vagy amikor egy övéi tím ugye lesugároz, és ilyen szétnyílt fejjel, ilyen nyílt sebbel jönnek vissza a legénységi tagok, akkor is egy ilyen könnyed kezeléssel, gyakorlatilag másodpercek alatt megoldódik a probléma. Hát figyelj, az orvosoknak a Star Trekben biztos, hogy könnyebb dolguk van, mint például körkapitány Szabójának. Tehát állandóan varni kell azt a ruhát, azt az uniformist, nem? Hát igen, igen, bár a Discovery-ben láttuk, hogy ilyen egyenruha szintetizátor van, de nem a hangszer, hanem ilyen replikátorhoz hasonló cucc, ami csak egyenruhát csinál, és szerintem az tudja a lépést tartani a leszakadó egyenruhákkal, amikor Kirk úgy dönt, hogy bunyózni fog. Mondjuk az impulzusban is megbeszéltük a Charlie X-et, ott eleve felső nélkül ment a tornaterembe a Kirk, úgyhogy ott nem volt minek leszakadnia. De hát ott a cicana cím volt a hangsúly. Igen, meg nyilván a bolygóra nem lehet egyből élmeztelenül lesugározni, akármennyi ennyire is a jövőről van szó. A témával kapcsolatban itt van velünk Meskó Bertalan, akihez az első kérdésem konkrétan az, hogy mit jelent az pontosan, hogy orvosi jövőkutató? Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Az igazság, hogy amikor elértem a gyerekkori álmomat és orvos genetikus lettem, akkor rá kell jöjjek, hogy valami hiányzik az életemből, és nekem ez a technológia volt. Én egy büszke geek vagyok, és olyan szakma nem volt, ahol ezt a orvosi, kutatói, technológiai szemmelre tudtam volna egybe gyúrni, ezért vagy bele kellett volna magam egy gyufás dobozba nyomjam, vagy egy új szakmát alkotnom, hogy én a B-t választottam. És gyerekként ez hogy jön ez az irány? Hát akkor még nem volt megint 6 évesen, azt tudtam csak, hogy kutató szeretnék lenni egész életemben. Én a tudomány katonájának vallom magam. A tudományos módszeren nőttem fel, meg enciklopédiákon imádtam gondolkodni arról, hogy van valami, amit nem értünk, aztán mert csak küzdünk, kutatunk és megértjük. Ez nekem elképesztően izgalmas. Tehát gyerekként ez a gondolat már megvolt, az később jött, hogy jövővel foglalkozni az olyasmi, amiről azt gondolják az emberek, legalábbis az emberek többsége, hogy egy ilyen kis füstelgömbön van, és azokat azt simogatni kell, és majd lesz valami, és az ember mond ilyen predikciókat, hogy x év múlva azt fog történni. Ez szerintem teljesen fals elképzelés, én máshogy állok a jövőkutatáshoz. Én azt vallom, hogy az egészségügyben a sok százezer lehetséges kifutási út közül ki kell választok azt, ami úgy tűnik, hogy a lehető legjobb mindenkinek, vagy a legtöbbeknek, és azt kell kutatnunk, hogy afelé mire van szükség, milyen kívásokat kell megküzdeni, miket kell, milyen lyukokat kell betömni. Tehát mi azzal foglalkozunk, hogy a technológiai változás hullám az egészségügynek az alapjait hogyan formálja át, és hogy lesz a paciensből az egészség. Az egész világon azért elég hányattatott sorsú az állami egészségügy. Ebből kifolyólag szeretném azt megtudni, hogy itthon, ahol szintén azért nem túl jó rózsás a helyzet, ez mennyiben befolyásolja az orvosi jövőkutatást? Ez mennyire számít, vagy ez ennél egy sokkal általánosabb megközelítést igényel? Mi globális célokkal foglalkozunk,
tenni. Azt látjuk, hogy ez világszerre hogyan fog lekristályozódni a mindennapokban, mindennapokra. De dolgozunk például a kanadai új-zélandi kormánya, tehát van olyan egészségügyi rendszer, ahol van arra igény, hogy ezzel foglalkozunk. De én azt hallom, hogy nem fog számítani, hogy honnan jössz, milyen nyelvet beszélsz, hogy mennyi pénzed van, mennyi információd van, mindenkinek. Alapvető állátáshoz hozzá kell tudnia férnie, és ez csak újszerű technológián keresztül valósul meg. Hogy egy kicsit tényleg a jövőbe tekintsünk. A Star Trekben egy úgynevezett orvosi tricorder jelenik meg, ami univerzális eszköz, tehát nagyjából mindenfajta betegséget diagnosztizál, és ha jól tudom, ez már létezik is, tehát valamiféle pályázaton meghirdettek egy olyan versenyt, ahol ki is fejlesztettek egy ilyen tricordert. Mennyire lehetséges irány ez a jövőben az orvosi eszközöknek a tekintetében? A legfontosabb irány, hiszen most az ellátás központja az egy klinika, egy kórház, egy orvos. Oda kell mennünk, hogy legalább az életjeleinket megmérjék, alapvető paramétereket megmérnek. Ez mindenképpen afelé fog változni, hogy én leszek az egészség, ugye, ahol én vagyok paciensként, ott kell kapjak ellátást és diagnózist. És azért pontosítsunk, hogy a Star Trekben a Dr. McCoy által használt eszköz két dolgra volt alkalmas. Egyrészt tudott életjeleket mérni azonnal, plusz, ahogy mondtad, adott egy listás diagnózist, hogy mire lehet számítani. Az előbbi az készen van, az nekem is van egy itthon. Egy kínai cég alkotta meg, és az amerikai gyógyszerügynökség elfogadta, mint klinikai eszközt. Ezzel tudok most egy EKG-t nézni, vérnyomást, pulzust, véroxigén szintet, testhőt. Tehát mint egy ilyen kis orvosi eszközcsomag, de ez a tenyerem beállt. Ez a része már megvan, ez piacon van. A másik része viszont, amit mondtál, hogy 20-30 porképet is lehetne egy ilyen eszközzel diagnosztizálni. Erre volt egy XPRIZE nevű felhívás pár éve, hogy egy eszköz, amint ez képest, 10-nél több meghatározott porképet tud diagnosztizálni egy-két órán belül X összegből, azt tudja megkapni azt hiszem $10 millió. És két döntős lett, akik közül mind a kettő megcsinált az eszközét, de igazából nem kerültek piacra még. És én mindig szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, ami éveken keresztül készül és mégsem kerül a piacra. Tehát inkább számítunk arra, hogy a diagnózisban lesz óriási áttörés egy ilyen tricorder, ahogy a alapvető dolgok diagnosztikájában, mint hogy arra számítsunk, hogy a beteg bejön a rendelőben, leszkenneljük, és megmondja, hogy mire van szükség, hiszen okkal tanul valaki 20-30-40 éven keresztül, hogy ezt a tudást hozzáadja a diagnosztikához, de adatok nélkül ez nem fog menni. Egy kicsit még a Star Treknél maradva, az ott ábrázolt orvosi jövőképpel kapcsolatban mi a véleményed? Tehát az, ahogyan a filmalkotók bemutatják nekünk. Most fogunk veszni. Szerintem a Star Trek az fantasy, nem science fiction. És amikor fantasy-t nézek, vagy fantasy-t olvasok, akkor mindig óvatosan kezelem azt, amit ők bemutatnak. De nem úgy tekintek a Star Trekben lévő betegorvos viszonyra, mint egy ilyen várató futurisztikus kifutási útra, hanem mint egy elképzelt jövőbeli valóságra. Emiatt az a része, hogy van orvos, akármilyen időben is járunk a jövőben, az nekem nagyon tetszik. Szerintem mindig lesz szükség a másik emberre, mert hogy szociális lények vagyunk, és szükség van a másiknak az empátiájára. De az a része, hogy még mindig volt az új évadban is van klinika, be kell menni az orvoshoz, az nekem kicsit vicces. Tehát itt nem, hogy 30-40, de ilyen 100 évek múlva is még mindig az ellátás központja egy helyszín, és nem az, ahol én vagyok, azért akkor szerintem elbuktunk ebben a csatában. És esetleg olyan science fiction sorozatot vagy filmet tudsz mondani, amire azt mondanád, hogy na igen, ez közel áll a valósághoz, és ez valószínű kifutása a jövőnek. Ilyet ott senki nem mondta, hiszen ki tudja, hogy milyen lesz a jövőbeli valóság, de olyan nagyon sok olyan film van a fejemben, amik valamilyen pontját ennek a kulturális egészségügyi változásnak bemutatják. De az Elysium című filmben, az a egyébként nem olyan jó Matt Damon-os sci-fi-ben, látjuk azt, hogy nyilván akkor, hogyha a társadalom egy része megteheti azt, hogy technológiákat használ, és akár külön élnek, és elképesztő ilyen rákgyógyító ilyen CT-gépük van, míg mindenki más meg a Földön maradt, mert ez az, amit el kell kerülnünk mindenáron. A Gattakában láttuk azt, hogy a DNS-ünk mennyire lehet determinisztikus, viszont éppen emiatt mennyire fontos, hogy emberek maradjunk, amellett, hogy egy csomó információt tudunk az egészségünk jövőjéről. Volt egy nagyon kis film, a Robot and Frank, ami nekem szuper példa volt arról, hogy milyen lesz idős generációnak robot companion-nel, robot baráttal élni együtt, hogy mennyire meg fogja változtatni a szociális viszonyokat, hogyha lesznek ilyen mesterséges intelligencia alapú robotok. Ugyanez volt a Humans című brit tévésorban is, ez tökéletesen volt bemutatva. Nekem nagyon tetszik a szányos fejvadász mindenkit résznek az a etikai kérdése, hogy mit tesz minket humánussá, és vajon a robot lehet-e humánusabb, mint mi. Tehát nagyon-nagyon sok sorozat meg könyv és film is van, de inkább egy-egy kérdés vesznek fel, mint hogy adjanak egy olyan várató képet, amit én szívesen szeretném látni az egészségügyben. Az orvosi kutatások és fejlesztések mennyi idő alatt szivárognak be a hétköznapi életbe? Akár technológiai fejlesztésekre gondolok, akár gyógyszerfejlesztésekre.
fontos a kettőt különválasztanom, minden kettő sokkal több idő volt korábban, mint most. Azért fontos különválasztani, mert a gyógyszer a kutatásokban vannak klinikai vizsgálatok, amik rengeteg időt vesznek igénybe, van, hogy egy évtizeden keresztül zajlik egy ilyen vizsgálat, és több milliárd dollárba kerül. Viszont ott például dolgoznak most olyan klinikai vizsgálatokon, amik már modelleken zajlanának, tehát egy mesterséges intelligencia alapú rendszer megpróbálná mimelni az emberi élettan, és így akár több ezer fajta gyógyszermolekulát lehetne tesztelni pillanatok alatt, akár több milliárd ember modellen szuperszámítógépekkel. Már most van olyan eszköztár, vagy olyan startup, akik gyógyszerkombinációkat keresnek deep learning, tehát ilyen EMI technológiával, ami azt jelenti, hogy olyan kombinációkat mutatnak, amikre még senki nem gondolt, pedig valamiben hasznos lehet. Például egy cég talált egy olyan gyógyszerkombinációt az Ebola vírusnak a gyakoriságának a csökkentésére, ami egyébként neki 2 óra munka volt az algoritmussal, de ez egy ilyen kutatás az több évben is telik. Tehát most már ennyire le tudjuk szűkíteni a mindennapokba kerülésnek az idejét, csak hát nem mindenfajta biotechnológiai folyamatban. A technológia egyszerű, mert ott most már mindenki hozzáfér. Az volt korábban, hogy valaki fejlesztett orvos technológiát, de hát csak az elefántcsontornyom felül fog hozzáférni az orvos. De már nem ez van. És van Amazon, meg eBay, meg közösségi média, és meg crowdfunding is, de hozzáfér bárki bármihez. Otthon lehet most már alvást mérni, meg DNS-szekven átadni távolról egy fotelből, meg a bélbaktérium flóránkat is megszekven átadni. Ott sokkal gyorsabb a változás, mert hogy ahhoz mi is direkten hozzáférünk. Milyen kiemelkedő fejlesztések vannak, amiről tudsz, és amik azért túlmennek már a science fiction határán is, de kiemelkedő fejlesztések az orvosi kutatások terén? Nemrég láttam egy olyan kutatást, ami arról szólt, hogy egy virtuális valóság játékot fejlesztett a gyerekeknek. Így amikor mennek a gyerekek oltásra, amit gyűlölnek, és félnek a tűtől, megkapják a VR szemüveget, ők egy játékban vannak, és ilyen Pokémon-szerű karaktereket látnak maguk előtt, és végignézik, ahogy az ő testükre, ugye a virtuális valóságban egy ilyen szuper köpenyt aggatnak rá, és az egyik karakter elmondja nekik, hogy most a bal kezére rá fog patintani egy tűzkövet, amitől szupererős lesz. És amikor a játékban rápattintja a tűzkövet, megkapja a szurit a kezében, és semmi sírás, semmi probléma. Ez ami nekem zseniális megoldás arra, hogy a VR szemüveg, a VR használat hogy tudja empatikusabbá tenni a beteg-orvos viszonyt. Látom, bármikor, amikor mesterséges intelligenciával kapcsolatos hírt látok, egyből science fiction-t érzek. Tehát amikor valaki arra gondol orvosként, hogy van 27 millió tanulmány most az adatbázisban, és átolvasni egy tanulmányt, ez több óra, lehetetlen valakinek, fizikailag lehetetlen napra készen maradni, amikor az IBM Watson szuper számítógép ezt másodpercek alatt átnézi, és nekem javasol, hogy még tanulmány, még pontja alapján mire lenne érdemes gondolnom, és majd eldöntöm, mire gondolok, az nekem mindig science fiction. Nekem óriási élmény volt a saját DNS szekvenciámat látni, és abból tanulni a saját egészségem jövőjéről. Ez nem majd egy filmben lesz, hanem ezt én itthonról megrendeltem, és megkaptam, és nyelvmintából ők megelemezték, hogy mire számítsak, milyen korképre van hajlamom. Ez nem hangzik szkifisnek, de nekem az élmény az volt, mert én végigéltem kutató palántaként a DNS Human Genome projekt, a DNS megszekvenálásának a projektjét. De mindig, amikor kiterjesztett valóságot látok, tehát hogy a sebészek azzal dolgoznak, egy ilyen szemüvegben rajtuk, és olyan adatokkal dolgoznak, amiket eddig a operációs, a műtőn kívül kellett megnézenek, például radiológiai leleteket, azokat most már rá tudják projektálni a paciensnek a testére, és szinte belezoomolnak a szövetbe, mert hogy látják, amit látnak, az élhálót bele van töltve a szemüvegbe, és át tudnak szinte nézni, át tudnak látni a betegen. És lehetne még sorolni nagyon sokáig, de tényleg az EMI lesz a minden skálának a vége. Úgyhogy én azt evangelizálom, hogy az EMI nem fogja az orvosokat lecserélni, de akik dolgoznak EMI-vel, azok lecserélik majd azt, aki nem. Mennyire befolyásolja a hétköznapi életedet a munkát? Tehát gondolok itt például az egészségtudatosságra, ez mennyire van jelen a te életedben? Hát nekem rettenetesen, mert hogy én az pont amiatt, amit képviselek, a kutatóközpontomon keresztül is, meg a The Medical Futurist csatornáin is online, nekem úgy kell élnem, mintha valaki a jövőből élne. Tehát nekem minden szenzor felhasználva, genetikai tesztekkel és mikrobioma tesztekkel, alvásmérésekkel, napi aktivitású mérésével, egy csomó szenzor tesztelek, ezeket be kell mutassam, és én nagyon egészségesen igyekszem élni, és valószínűleg szerepet játszik ebben, hogy így vagyok, de nekem az adat az motiváló hatású. Mert annyira kevesen rendelkezünk egy ilyen belső motivációs erővel, tehát én bármikor választanom kellene a futás, meg a Netflix közt, én Netflixet választom bármi ellen. Utáló futni mégis kimegyek hetente sokszor, mert hogy szükségem van rá, és az adattal tudom motiválni magam. Tehát a munkám befolyásolja az életemet, mert ezen keresztül tudom bemutatni mindenkinek, hogy ez így fog hatni a te életedre, nem pedig azzal, hogy majd várunk, és egyszer csak valaki behozza, nem tudom, 3D printereket az egészségügybe, ezeket mi hozzuk el. Az ilyen proaktív paciens tudom kérdéssel menni az orvosához, ami az orvos hozzáállását megváltoztatja, és ez egy hosszú folyamat. És nekem ezt az, hogy úgy tudjak élni, mintha 10 évvel később élnék, nekem ez a science fiction adja hozzá az üzemanyagot minden nap. Tehát én szerintem skifi, nem rajongó vagyok, a feleségem szerint függő vagyok, mert hogy nekem dózis kell minden nap könyvben és filmben. De annyira inspiratív a mi lenne, ha kérdésen gondolkodni, hogy ezek segítenek nekünk a csapatban felmérni etikai aggályokat a jövővel kapcsolatban,
vagy potenciális lehetőséget, egy technológia, hogy tudna egy betegséget megszüntetni, vagy éppen hogy tudna teljesen elvinni a társadalmat egy olyan világ felé, ahol a pénzügyi különbség miatt biológiai különbség van. Ami az orvostudomány rövid és hosszú távú kilátásait illeti, erről mit gondolsz? Mik lesznek a legnagyobb mérföldkövek? A legfontosabb első lépés, amit tehetünk, hogy felismerjük és kimondjuk hangosan, hogy az én adataim azok hozzám tartoznak. Tehát, hogy én biztosításomon keresztül, amúgy is én fizetem ezt ki, vagy a szenzoraimon keresztül én férek hozzá, de az enyém. A második lesz az, amikor elfogadjuk, hogy a beteg ez nem egy ilyen megtűrt elem, hanem a paciens, az proaktív paciens is lehet, tehát egyenlő partneri viszony kell az orvosával, nem pedig egy alárendelt szerep, mert az nem vezet semmilyen proaktivitáshoz. Na és innen lesz hasznos a technológia. Eddig csak, ezek csak ilyen kulturális változások. De ettől ezen két pont után tudjuk már bebizonyítani azt, hogy melyik típusú technológia milyen viszonyban, betegségben, diagnózisban lesz hasznos és mennyire, és elkezdünk segíteni a használatát megtanulni. Mert hogy ezeket nem lehet csak paciensnek vagy az orvosnak dobálni és várni azt, hogy majd ő megváltozik, hanem a coaching az szükséges hozzá. Ez egy olyan változás, ami 2000 évig működött valahogy, és most teljesen máshogy fog, és senkitől nem vállalhatjuk el, hogy azonnal tudjon alakulni rá. És innen már technológiailag lesz, technológiaibb lesz azon lesz a fókusz, hogy azokat behozzuk a mindennapokba, de én nagyon remélem, hogy ez ilyen 10-20 éven belül megvalósul, és addigra azért az emberek többségét rá tudjuk venni, vagy az egészségesen proaktív életmódra, vagy orvosként arra, hogy ő partneri viszony felé küzdjön, ne pedig a hatalmát próbálja megtartani valahogy. Említetted, hogy geek vagy, milyen szkifik állnak hozzád közel, főleg azok, amik leginkább inspiráltak? Úristen, mennyi időnk van? Igyekszem csak a legjobbakat kivenni, de filmben azért nehéz ez, mert nincs legjobb, hanem mind más. Valami, ami a legjobbkor inspirált, az a Matrix volt abban a koromban. Amit a legjobbnak tartok, mint kifit felnőtt fejjel ever, az a 2001 Odüsszeia. Ami a legjobban hat rám az elmúlt 5 évben, az az Interstellar. Ami az elmúlt egy évben legjobban megütött, az a Érkezés volt. Könyvben pedig bármi Arthur C. Clarke-tól, tényleg bármi. Az, amit hogyha az őt olvasni, mint hogy a fejemben a gondolatokat így követni, elképesztően nekem a kitalálva. De azt kell mondjam, hogy Ready Player One volt az a könyv, amire azt tudom mondani, hogy valaha volt legjobb könyvem. Ami miatt majdnem késtem le repülőgépet. Ami miatt majdnem sírtam a végén, csak az elővége van, és ez az első élményem többet nem lesz ilyen semmivel. Tehát a Ready Player van most kijön filmen, de hát biztosan nem érhető a könyvhöz. És poénban elolvastam a Ernest Cline-nak a másik filmét, az Armadát, az is legalább annyira jó, mint a Ready Player van. De egyébként minden evő vagyok, rengeteg skifit olvasok, minden nap olvasok skifiket. Pont most ez egy friss dolog, az Annihilation jön ki Natalie Portmannál, most olvasom könyvben. És hát ha a film ilyen lesz, akkor nagyon nagy élmény lesz. Szóval ezeket egyfolytában emésztem, de ezek az abszolút kedvenceim. Jelen vagy az interneten is, van egy oldalad. Mit csinálsz ott pontosan, mit találhatnak ott? Azok, akik oda látogatnak egyáltalán, kinek szól? Azért küzdök, hogy az egészséges életmódot éljünk technológiával elvet, azt átadja mindenkinek. Hát nekem ott kell legyek a te telefonodon, amikor bármit csinálsz, várakozol egy sorban. Nekem minden más fajta tartalma megküzdjek azért, hogy ezekről is olvasgass. Tehát mi alapvetően pacienseknek, orvosoknak kommunikálunk. A jövő orvoslásáról írunk cikkeket, felfedezzük, hogy milyen etikai aggályok lehetnek, beszélünk a kívásokról, az elképesztő előnyökről, írunk science fiction rövid sztorikat, hogy bemutassuk, hogy milyen lesz együtt élni például robottal, vagy emivel. Tehát milyen érzések lesznek bennünk, amit ezekkel elkezdünk együtt élni, mert teljesen más beszélni technológiáról és felkészülni rá, teljesen más végig gondolni, milyen érzések fognak keringeni bennünk, amikor a gyerekünkből látjuk, hogy mi legózunk, vagy legóznánk vele, ő viszont csak minecraftezni akar a kiterjesztett valóságban, ami nem is látok én, csak ő a saját szemüvegén keresztül. Ezekben segítünk utat találni, és dolgozunk kormányokkal, cégekkel, szervezetekkel, hogy nekik abban segítünk, hogy hogyan tudják ezt az embereknek minél hamarabb behozni, hogy ne pénzen múljon a hozzáférés, képesek vagyunk emberként változni, és a változás hullámok, ha nem menekülésre reagálunk, hanem építünk szöldeszkát. Riportokat adunk ki, cikket írunk, sztorit írunk, videókat csinálunk, Facebook live-okat, pedig aktívan jelenlétünk van, hogy minél több platformon tudjunk ezekről beszélgetni. Mostanában mivel foglalkozol, mi a legfontosabb projekt az életedben? Pont egy pár napja jött befejezett egy projektünk, azt találtuk ki múlt évben, hogy nagyon sok döntéshozó, tehát kormány világszerte szemben azzal, hogy a digitális egészségügye mit kezdjen. Pedig mi tudunk olyan példákról, pont a online elérésem miatt, mert ezek bejönnek hozzám személyes szabottan, meg járom a világot, előadásokat tartani, és rengeteg ilyen visszajelzést kapok. Tehát mi ezekre rálátunk, és azt gondoltam, hogy ezekhez nem férnek hozzá. Úgyhogy most megírtuk ezt a riportot teljesen ingyenesen mindenkinek, ami 30 ilyen best practice példát ad ki, hogy hogyan tudná egy kormány elhozni a saját betegeinek, orvosainak a digitális világot, a lehető leghatékonyabban, olcsóbban, gyorsabban. Ez most elég nagy projektünk volt, és nagyon izgulunk, hogy milyen hatást vált ki. Egyébként pedig pont most fogunk videókat forgatni érdekes témákról, amiket lefedünk így a mindennapokban. Tehát mindig másra kell koncentrálnunk, mert hogy annyira diverz, amit csinálunk, és annyira sok felé kell megfelelnünk, hogy ritkán van egy
fontos cél, inkább sok felé van mindig fordítva a figyelmünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és sok sikert kívánunk a célok eléréséhez, már csak azért is, mert ez nekünk is jó, hiszen az egészségünkről van szó. Az weboldalat címét a hallgatók megtalálják az epizód leírásban. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk. Köszönöm a lehetőséget. Áruljuk el a kedves hallgatóknak azt a tényt, hogy nem vagy robot sem beszédszintetizátor, tehát élsz, lélegzel, nem vagy android és segédhologram sem. Én abban az illúzióban élek, hogy egy húsvér ember vagyok, tehát biztos a digitális átalakítás során kicsit eltorzul a hangom, de amúgy én kicsattanok az emberi létemben, úgyhogy mindenkit megnyugtatok, hogy létezek, nem vagyok mesterséges létforma. És hogy tetszett a mai adás? Hogy tetszett a vendégek? Olyan szempontból örülök, hogy meg tudtam ismerni a Rick és Mortit. Egyébként kicsit ilyen Breaking Bad-es érzésem volt, mikor néztem, mert Rick az hasonlít a Walter White-ra, mert hasonlóan manipulálja szituációkat. Nem csoda, hogy mindkettőjüket Háda János szinkronizálja. Ó, komolyan. Hát akkor nem véletlen az összefüggés. Bár szinkronosan nem néztem soha Breaking Bad-et, de azért valahogy sikerült erre ráérezni. Szóval mindkettő egy ilyen nagy manipulátor, mondjuk a Rick egy kicsit ösztönösebb, a Walter White egy megfontoltabb állat, de hát egy ilyen hasonlóság feltűnt. Nagyon élveztem Bertalannal a beszélgetést, sok mindent megtudtunk az orvostudomány jövőjéről, és hát természetesen az Istvánnal történt eszmecsere is nagyon izgi volt. Arra muszáj vagyok, hogy rákérdezzek, hogy mit szólsz ahhoz, amit Bertalan mondott, hogy hát azért a Star Trekben látott orvosi jövőkép az hát fantázia. Hát szomorú vagyok emiatt, mert ugye a beszélgetésünkben nagyon lelkesek voltunk, hogy bemegy az ember a gyengélkedőre szinte bármilyen kétségbeejtő betegséggel vagy sérüléssel, és csettintésre ugye megoldódnak a bajok. Hát kár, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű. Csaba, impulzus meghajtással közeledtek. Mi a helyzet? Most egy hét szünet van az impulzussal. Mikor lesz legközelebb adás? Miről lesz adás? Tovább nézitek a nézhetetlen eredeti sorozat részeket, vagy végre esetleg tovább léptek valamelyik más nézhetőbb Star Trek sorozat fele is? A jövő héten már visszatérünk. Köszönöm szépen a kérdést. Egy külön számot terveztünk be. A Bálnás mozifilmet fogjuk megtekinteni. A Hazatérés az egy nagyon jó film. Igen, húsvétre szerintem ez jó hangulatban fog telni ez a kibeszélés, úgyhogy pont egy ilyen kedves filmet terveztünk be, de hogy megnyugtassalak, rendületlenül fogjuk folytatni az eredeti sorozatnak is a kitárgyalását a hallgatók és a te legnagyobb örömödre. Sajnos véget ért a mai műsorunk. Ne felejtsétek el hallgatni a csomó-csomó podcastünket, az emtv.hu és az űrszekerek.blog.hu oldalról elérhetitek őket. Lesz média zabálók április 6-án pénteken este 22 órától a Dance FM-en, és hamarosan a második epizód is megjelenik majd a médiazabálók.blog.hu oldalon. Tartsatok velünk legközelebb is, egy hónap múlva jövünk, méghozzá áprilisban. Dr. Vince Miklós fizikus ismét a vendégünk lesz. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm szépen Csabának, hogy itt volt velem, és megszerkesztettük ezt a második adást, és remélem, hogy jól szórakoztatok, írjatok nekünk e-mailt a podcast@emtv.hu címre, játszatok velünk, az is nagyon fontos. És találkozunk nagyjából egy hónap múlva, vagy legalábbis a következő hónapban. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, további kellemes rádió és podcast hallgatást kívánunk mindenkinek, és ne felejtjétek, a rádió annyira tökéletes, hogy még kép sem kell hozzá. Sziasztok! Az űrszekerek megbízásából készítette az mtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja. Nagyon nem szeretem, amikor azt hallom, hogy a tévé határozza meg az emberek ízlését. Egyáltalán nem így van. A tévé pontosan tükrözi az emberek ízlését, annyira követjük azt, hogy mi tetszik, hogy ennél jobban szerintem semmi nem alkalmazkodik az emberek ízléséhez. Média zabálók.
az emtv.hu podcastjének külön kiadása Kabai Zoltánnal, a Comedy Central csatornák regionális program és brandigazgatójával április 6-án, pénteken 22 órától a Dance FM műsorán. Ismétlés vasárnap este 8-kor. Ajánlót hallottatok. Nexus Production presents.